Hogyan látja a nyugdíjasok helyzetét ma Magyarországon? Nincs meg az a bizonyos stabilitás, amivel az ember tudja, hogy mi lesz holnap. Ez nagyon fontos a nyugdíjasok részére is. Az, amit az elmúlt időszakban kaptak ígéreteket, ahogy történt az elmúlt néhány évben a kezelésük, ahogy megszüntették a 13. havi nyugdíjat, törölték április 1-től a gáztámogatást, ahogy a megélhetésük egyre rosszabb lett, én úgy gondolom, hogy ez nem helyes. Én azt tartom jónak, ha a nyugdíjas megdolgozott azért a pénzért, a nyugdíjáért, akkor az járjon neki, és abból tudjon emberi módon megélni. Jelen pillanatban azt látom, hogy főleg a kis nyugdíjasoknak ez nem aratik meg. A Fidesz-KDNP hogyan tudna segíteni az időseken? Mindenképpen a nyugdíjakat meg kívánjuk védeni, hát főleg az MSZP-től. A gazdaság növelése az fontos olyan szempontból, hogy az állami bevételek növekednek, stabilan lehet a nyugdíjrendszer tartani, és az emelések mindenkit érintenek. Egy példát hagyd mondjak, bejelentették most a szocik, az MSZP, hogy 4,2%-ot emel a nyugdíjakon. Aztán kiderült, hogy például a minimál nyugdíjakat, a rokkant nyugdíjakat ez nem érinti. Én úgy gondolom, hogy az, aki ledolgozta azt az évet, ami szükséges a nyugdíjba menetelhez, az meg kell, hogy kapja a nyugdíjat. Ezért is tettük azt a kijelentést, hogy a hölgyek, hogyha elérik munkaviszonyban azt az évet, akkor igenis mehessenek nyugdíjba. Itt nem az a megoldás, hogy nem akarunk nyugdíjat fizetni, és korlátlanul emelgetjük itt a nyugdíjéveket. Ne dőljenek be a nyugdíjasok. Ne higgyék el azokat az etetéseket, amiket jelen pillanatban tesz a mostani kormány, ezzel csak megvezetik őket. Én úgy gondolom egyébként, nagymamámékból kiindulva, bármelyik nyugdíjasnak az a legfontosabb, hogyha a dédunokák, unokák és a gyermekeik jól érzik magukat az országban. Tehát mindig minden összefügg. Egy példát szeretnék elmondani, a nejemnek a nagypapája az mindig úgy gondolkodott, hogy amikor a szabadásra került a dolog, megkérdezte az unokáit meg a gyermekeit, ti kire szeretnétek? Ugyanis ők úgy gondolják, és nagyon jól gondolják, hogyha a gyermekeidnek jó az ország, és jól érzik benne magukat, akkor ők is jól érzik magukat, megkapják a megfelelő támogatást, és jól nyugalomban élnek. Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a szocialisták családellenes politikát folytatnak. Mit ért ez alatt? Többszörösen is, hiszen a segélyezést úgy felhozták a munka jövedelem szintjére, amely nagyon sok családban visszásságot keltett, hiszen sokan azt mondták, hogy nem érdemes dolgozni, nem érdemes gyermeket vállalni, illetve hát a gyermekvállalás az sokszor egyenlő most már a szegénységnek a vállalásával. És miután a fiataloknak azt az üzenetet is küldték, hogy akár a gyes két évre való csökkentésével, akár az otthonteremtésnek a teljes megszüntetésével, hogy hát nincs hova, és nem is érdemes hova gyermeket vállalni. Ezért én azt gondolom, hogy ez mindenképp a családok ellenében van, a gyermekvállalás ellenében, és ettől kezdve pedig hát ennek a következménye a demográfiai helyzetnek a további katasztrofális csúszása. Ha a Fidesz-KDNP a választópolgároktól lehetőséget kap, milyen családpolitikát folytatna a jövőben? A családpolitika az összetett és kiszámíthatónak kell lennie. És ennek részterületei vannak, így azt abból egy párat hagy emeljek ki, az otthonteremtés, amelynek mindenképp azt kell céloznia, hogy a fiatalok merjenek családot alapítani és gyermeket vállalni. A családi típusú adókedvezmény, aminek a lényeg és üzenete az, hogy a gyermeknek a megszülése ott még nem áll meg a családoknál, hanem fel is kell nevelni a gyermekeket, és azok, akik munkát vállalnak és munkájuk van, azok kapjanak vissza adórendszeren keresztül a gyermekvállaláshoz segítséget a társadalomtól. De nagyon fontos az alapok is, tehát hogy az iskolákban egyházi szervezetek, civil szervezetek bevonásával a családi életre való felkészülésben segítsük a fiatalokat, mert tudjuk, hogy nem könnyű gyermeket nevelni, és végül pedig, amit még kiemelnék, az pedig az édesanyáknak azt a munkahelyteremtő támogatása, amely leginkább a részmunkaidős munkahely megalapítását jelenteni, és azoknak a bővítését, mert sokszor van, hogy azért nem mennek visszadolgozni édesanyák, mert nem csak azért, mert nincsen bölcsőde, hanem azért, mert nincs olyan munkahely, ahol van 4 órára bemehetnének, és utána mehetnének vissza a gyermekekhez.